Az előző hetihez képest országosan több mint 10%-kal többen, mint egy 11 ezeren fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz a karácsony előtti héten. A Kótai Praxis háziorvosa szerint folyamatosan növekszik az influenza-szerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma, azonban még mindig érdemes lehet beadatni a védőoltást. Sose később beadatni a védőoltást, azzal azért számolni kell, hogy a védőoltásnak körülbelül 2 hét az az időtartama, ami tényleg ki tudja alakítani a védettséget, tehát fontos lenne, hogy aki tervezi, az minél hamarabb forduljon a háziorvosához, hogy minél hamarabb megkapja az oltást, mert annál hamarabb kialakul nála a védettség. Úgyhogy a védőoltás alapvetően egyébként mindenkinek ajánlott, azoknak is, akik teljesen egészségesek, de azoknak főképpen ajánlott a védőoltás beadása, akik idősek, akiknek van valamilyen krónikus szív-érrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése, úgyhogy, illetve akik fokozott fertőzésveszélynek vannak kitéve. Az oltóanyagokat különböző térítési kategóriákba sorolva lehet beszerezni, azonban vannak olyan ellátási csoportok is, amelyek térítésmentesen juthatnak hozzá. Ilyenek például azok, akiknek, ahogy korábban is mondtam, krónikus szív-érrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése van, vagy aki fokozott fertőzésveszélynek van kitéve, ugye akik nem tartoznak bele az ingyenes térítési kategóriába, nekik a háziorvos fel tudja írni, és akkor attól függően, hogy milyen fajta oltóanyagot választanak, különböző az ára, tehát ezt így nem lehet egységesen megmondani, hogy ennyibe vagy annyiba kerül az oltóanyag. A rizikócsoportba tartozóknak és az egészségügyi intézményekben dolgozóknak az idei szezonban 1,3 millió adag térítésmentes vakcina áll rendelkezésre, írja a házipatika.com. Beszámolójuk szerint az orvosok által eddig beküldött mintákból 2 betegnél a 2009-ben világjárványt okozóhoz hasonló influenza, a H1N1 vírus okozta fertőzést diagnosztizáltak.